December 9. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmaságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Nem kételkedünk abban, hogy évek óta vallott tanításaink a jelen való igazság részei, és abban sem, hogy az ítélet egyre közelek. Azzal készülünk találkozni, aki a szent angyalok seregével jelenik meg majd az ég felhőiben, hogy megadja a hűségeseknek és igazaknak a halhatatlanság ajándékát. Isten igazságát minden ember különböző módon ragadja meg, de amint annak befolyása alá kerülünk, az elvégzi bennünk a szükséges munkát. Erkölcsileg alkalmassá tesz minket a dicsőség országára és a mennyei angyalok társaságára. Most az Isten műhelyében élünk. Sokan vannak közöttünk, akik meglehetősen durva és csiszolatlan kövek. De amint megragadjuk Isten igazságát, annak befolyása hatással lesz ránk. Felemel minket, és eltávolít belőlünk minden némű tökéletlenséget és bűnt, bármilyen természetű legyen is az. Így készít föl arra, hogy szépségben lássuk meg a királyt, végül pedig a dicsőség országában csatlakozzunk a tiszta és szent angyalok társaságához. Ennek a folyamatnak itt e földön kell végbe mennie rajtunk. Itt kell alkalmassá válni a testünknek és lelkünknek a halhatatlanságra. Olyan világban élünk, amelyik ellenkezik a tiszta és igazi jellemmel, és a kegyelemben való növekedéssel. Bárhová is tekintünk, csupa romlást, tisztátalanságot és bűnt látunk. A halhatatlanság elnyerése előtt eleget kell tennünk kötelességünknek. Tisztán és szentként kell megőriznünk testünket és lelkünket attól a romlottságtól, ami ezekben az utolsó napokban burjánzik körülöttünk. A fény világosan ragyog, senkinek sem kell tudatlanságban maradnia, mert maga a mindenható Isten az ember tanítója. Az a terve, hogy az egészségügyi megújulás nagyszerű üzenetét mindenütt hirdessék, és ezáltal az embereket kutatásra indítsák. A bűnös, egészségromboló és agyat kimerítő szokásaik miatt az emberek nem képesek felismerni azt a szent igazságot, amely megszentelhetné, csiszolhatná, felemelhetné és alkalmassá tehetné őket a mennyei angyalok társaságára.